Köszöntöm Önöket az új évben! Idei első műsorunk témája szorosan kapcsolódik ahhoz a gondolatkörhöz, ami talán sokan fejében megfordul ilyenkor évelején, vagyis hogy hogyan tudjuk pozitív irányba terelni a lehetőségeinket. Az újévi fogadalmak toplistásai közé tartozik a fogyókúra, vagyis pontosabban az életmódváltás, hiszen annak van hosszú távon értelme. Első körben ezt járjuk végig, utána pedig lelkizünk egy kicsit. Tartsanak velünk! A 20 évesektől a 70-es korosztályig szinte minden korú és nemű fogyni vágyó megfordul ebben a szalonban. A cél minden esetben az, hogy a kliensek szebbé és egészségesebbé váljanak. A vonzóbb külső azonban csak egy tényező a sok közül, ami az önértékelésünkre is pozitív hatással van. Először is ugye magának, az egyénnek, az embernek kell eldöntenie, hát azt szoktuk mondani, hogy első körben ugye agyban, és amikor már megkeres bennünket egy nagy elhatározással, akkor mi mindenképpen lelkileg is segítjük őket, hiszen egy nagy változáson mennek keresztül, és vannak olyanok, akik azért megbillennek, de aztán folyamatosan veszik észre magukon a változást, ami ugye pozitívan hat rájuk, és így minden téren egy pozitív változáson mennek keresztül. Bejön ide valaki egy kis hitetlenül, hogy már mindent megpróbált, és úgyse fog sikerülni, de megpróbálja, mert ajánlottak bennünket, és aztán látod, ahogy fokozatosan jön ugye 2 hetente, 3 hetente vissza, hogy mennyire megnyílik, hogy már mosolyogva jön, és kihúzza magát, és ez nekünk nagyon, nagyon jó. Figyelemmel kísérjük a vendégeket, és segítjük is őket receptekkel, tanácsokkal, mert egy olyan szakmai hátterünk van, ahogy bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzánk, és igen, az öme megtartja azt az eredményt, amit elér velünk, és tényleg átmegy egy igaz életmódváltáson. Ez pedig már a konditerem, ahol a megfelelő étkezést alakformálással és zsírégetéssel egészíthetjük ki. Sokak szerint rendszeres mozgás nélkül lehetetlen az életmódváltás. Még hétköznap délelőtt is sokan sportolnak itt, a január pedig ebben a tekintetben kiemelkedő forgalmú hónapnak számít. Most a körbenézel a termelés, már itt is látszik, hogy most itt igazából holt időszak lenne, de már most is azért olyan 60%-on döbörög minden. Egyébként nekünk a személyedzésben is látszik, hogy egyre többen keresnek meg, tehát körülbelül 5-10-szerese között mozog az arány, mint ami egy átlagos mondjuk őszi vagy téli hónapban lenne. Az igazi felfutás az majd január közepén van, mert még nagyon sokan úgy vannak vele, hogy megmaradt a kis begli, meg akármi a kamrába, azt még el kell pusztítani, és akkor utána ugranak igazándiból neki a nagy diétának, fogyókúrának. Ami általános tapasztalat, hogy 10-ből 8 ember ezeket a fogadalmakat, a fogyásokat 1-2 hónap alatt nem igazán tudja abszolválni, el is engedi. Kivétel azok, akik valamilyen mentorálás vagy kontrollálás személyjegyző segítségével hajtják végre ezeket a dolgokat. Én azt is szoktam ajánlani, főleg, hogyha egy ilyen diétába akar beleugrani az ember, vagy egy nagyobb sportba, hogy legyen egy nap, amit kitűzünk együtt, ahonnan kezdve nekiugrunk tényleg kőkeményen a diéta betartásának és az edzéseknek, de az azelőtti nap még egyen egy jót, és akkor mentálisan teljesen felkészül, kitűzünk, és attól a naptól kezdve teljesen új tiszta lappal tud indulni, és tudunk fogni neki a kezét, és együtt biztosan sikereket tudunk elérni. Segíthetnek, ha vannak kiskapuk? Nem. Vagy nincsenek kiskapuk? Nincsenek kiskapuk. Minden kiskapu egy botlás lehetőség, és minden botlás lehetőség magába foglalja azt, hogy az ember utána nem tud felállni. Nem, kiskapuk nincsen. Hát azt tudni kell az életmódváltásról, hogy ez egy maraton, tehát ez hosszú távra kell kitűzni. Tehát ha életmódot szeretnénk váltani, az a legjobb módszer arra, hogy egészségesen éljünk. Tehát, hogy rövid távon gondolkodunk, akár egy diéta az általában rövid távú megoldás, tehát ez egy tervezet. Megvan adva, akár izomnövelésnél is a diéta, akár fogyásnál, és az egy tervezet intervallumban van, és abban az időben akár 12 hét, 16 hét, 4 hét, 6 hét, azt mi szabjuk meg, hogy éppen mi az a célja. Az életmódváltás az már egy hosszabb. Hogyha elértünk például a diétába, lefogytunk egy adott kilóra súlyra, és ezt fönn szeretnénk tartani, az csak mindenképp úgy lehet, hogyha változtatunk egyéb dolgokon, egészségesebb ételeket teszünk, elkezdünk mozogni, sokkal több mozgás viszünk bele az életünkbe, és ezáltal meg tudjuk tartani azt a szintet, amit a diétában elértünk.
Ez étrendben, mint mozgásban ki kell cserélni azokat a régi rossz szokásokat egy jobb szokásokra, ami kiváltja ezt az életmódváltást. Szerinted miért van az, hogy azért sokan vannak, akik elhatároznak valamit, elkezdenek dolgozni, akár hónapokig is, aztán ezért csak visszaesnek és folytatják ugyanott, ahol elkezdtek? Pontosan azért, mert rosszul gondolják ezt az egészet. Ott nem életmódváltásról beszélünk. Tehát, hogyha egy olyan étrendet állít össze magának, ami nagyon görcsös, nagyon nehéz számára, nincsenek benne egy-két olyan segítségek, ami vissza tudná húzni abba, hogy benne maradjon, hogy egy kis motivációt tudjon neki adni, akkor ezek általában rövid távúak szoktak lenni, tehát 8 hétig bírja, akkor már a szervezete elkezd éhezni, az idegrendszerben is elkezd már elfáradni, tehát hogy már fejben is elkezd fáradni, és nem tud már odafigyelni, akkor szoktak jönni ezek, hogy elengedik ez, akár étrendnél félreesznek, elengedik ezt az egészet 2-3 nap, ami már éppen elég arra, hogy visszajönnek azok a dolgok, amit eddig küzdöttünk. Tehát a több hét kemény munka kárba tud vészni akár 2-3 nap alatt is. De viszont ha adunk neki akár egy motivációt, akár egy célt, hogyha ezt elérted, akár étrendben, akkor te megeheted a kedvenc süteményedet, a kedvenc ételedet, de utána vissza kell jönni. Az lehet, hogy tényleg az idegrendszerének egy kis megnyugvás, testének is egy kis megnyugvás, és akkor újra bele tud lendülni, de akár bármibe. Hogyha odaadok neki egy ruhadarabot, hogy ebbe bele kéne fogyni. Fölveszi, még egy kicsit feszül, de ahogy már lefogyott, bele tud menni, az is fog adni egy kis motivációt, és akkor ez lehet, hogy már tovább fogja görgetni. Tehát mindig ki kell tűzni egy kis célt, nem hosszú távúba, röviden, és mindig sok pici rövid, és amikor már ott vagyunk a végén, akkor jöhet az életmódváltás, és akkor pedig már a szokásokat átalakítjuk. Az első lépés tehát az elhatározás, utána pedig folyamatos motiváció és szorgalom szükséges, és persze az, hogy hétről hétre vegyük észre a legkisebb pozitív változást is. Ez önbizalmat és erőt adhat a kitartáshoz, hiszen változni sohasem késő. Boldog új évet mindenkinek! Itt az új év, 2022 van, és ez az időszak, főleg a január egy kicsit az újrakezdés, az újratervezés időszaka. Lelkiekben hogyan készüljünk rá, és mikor érdemes újévi fogadalmat tenni, milyen célokat tűzzünk ki magunk elé, egy kicsit erről fogunk ma beszélgetni, és a vendégünk pedig nem más, mint Csiki Anna, kineziológus, párkapcsolati kócs és családállító. Köszöntelek szeretettel a stúdióban! Köszönöm, hogy itt lehetek, boldog új évet neked is, a nézőknek is. Újévi fogadalmak, ilyenkor kicsit számot vettünk, megpróbálunk új célokat kitalálni, de ezek nagyon sokszor csak néhány hétig tartanak. Hogyan tegyünk úgy újévi fogadalmat, vagy hogyan tűzünk ki célokat magunk elé, úgyhogy azok kitartsanak az egész esztendőre? Hát szerintem a bölcsesség az ott kezdődik, amikor számot vetünk egy elmúlt évvel, hogy mi az, amit jól csináltunk, sikerült-e megvalósítani az elmúlt év terveit, és ez összegezve, ebből a tanulságokat levonva lehet nekiállni egy új évnek. Halmozni a fogadalmakat, az elhatározásokat, ezeket a célkitűzéseket, ennek igazából semmi értelme. Én magam nem is fogadalomnak nevezném azt, amit mondjuk én magamnak kitűzök egy új esztendőre, inkább ilyen célmeghatározás, abból kifolyólag, hogy mi az, amit elvégeztem az elmúlt évbe, és mi az, amire vágyok, mi az, amit a körülményeim lehetővé tehetnek. De a fogadalmakkal, ezekkel a célkitűzésekkel is azt gondolom, hogy úgy kell óvatosnak lenni, hogy ezek ne feszítsenek be bennünket, ne legyen egy kőbevésett, bebetonozott iránymutatás, amitől aztán sehogyan nem lehet eltérni, hanem a bölcsesség adja azt, hogy menet közben vizsgáljuk mindig felül, hogy vajon tényleg ez támogatja az élet, a körülmények, mi magunk bele tudunk állni ezekbe a fogadalmakba, célokba, és ezeket lehet alakítani. Tehát én úgy állok hozzá a sajátjaimhoz, hogy elindítom, és ahogy a régiek mondták, hogy ember tervez, Isten végez, belevonom azt is, hogy a körülmények hozhatnak akár mást is. Melyik azok a tipikus célok, amelyeket ilyenkor január első napjaiban kitűzünk magunk elé, és hol vannak a buktatók, ami miatt ezt nem visszük végig? Talán a túlzott ragaszkodás, vagy hogy annyira személyiségünktől távol állnak azok a célok, csak egy ilyen eszmei dolog, amire mindenki azt gondolja, hogy ezek fontosak? Például nem tudom, hogyha a testre gondolunk, hogy fogyókúra, vagy elhagyni a dohányzást, több sport. Általában azért ezek a fogadalmak nem minden esetben, de általában azért a
a komplexusainkból is kiindulnak. Tehát, hogy mi az, amiben önbizalomhiányunk van, amiben nem bízunk, vagy szeretnénk másképp csinálni. Ez egyébként nem baj, hogyha körülnézünk, és azt mondjuk, hogy szeretnék ilyen-olyan, amolyan lenni. Vannak ezek a célok, amit mondasz te is, hogy akár a külsőnkkel, az életmóddal kapcsolatos célkitűzések. Talán ezek a leggyakoribbak, mert ezt valamikor el kell kezdeni, és ez a halogatás, hogy majd valamikor beleállok, ugye ez ugye elsodor bennünket az év többi napján, de azért mégis egy új év, egy új kezdet, valamihez lehet kötni mondjuk egy ilyen életmódváltást, vagy dohányzás elhagyást, vagy a fogyókúrás céljainkat, de sok egyéb más fogadalom is lehet, vagy célkitűzés is lehet, amit így felvezetted, hogy lelki értelemben. Ilyenek a karrierrel, munkával kapcsolatos célkitűzések, a pénzügyekkel kapcsolatos célkitűzések, ezek általában megjelennek így a környezetemben, klienseim körében is, hogy ezek foglalkoztatják új évkor az embereket. Melyek ezek még egyébként egy kicsit konkrétabban, és tényleg lelkiekben hogyan készüljünk erre, vagy hogyan próbáljunk ezeknek megfelelni? Hogyan kapcsolódik össze a test és a lélek? Mert hajlamosak vagyunk csak az egyikkel foglalkozni, de hát ott a másik része valahogy ezt összhangba kellene hozni, de olyan fogadalomról például nem nagyon hallottam, hogy kedvesebb leszek, vagy elszámolok tíztől visszafele, mielőtt megszólalok, vagy valami hasonló. Ez nyilván a saját életemben lehet, hogy néha kifizetődő lenne. Pedig én találkoztam olyannal is, aki a személyiségét szeretné fejleszteni, és azt mondta, hogy az idei évben most én jövök, eddig mondjuk a családom volt, gyerekeim, vagy minden más az életemben, ez az év, ez arról fog szólni, hogy egy önismereti úton elindulok, és kicsit összeszedem magam, kicsit kijövök a mélypontjaimról, tehát én a munkám során azért találkozom ilyen típusú elhatározásokkal is. Összefügg a test és a lélek, tehát kinek melyik a könnyebb? Valaki azt mondja, hogy nekiállok sportolni, és könnyebb lesz utána, elindít olyan folyamatokat, hogy könnyebb lesz utána saját magammal foglalkozni. Valaki pedig azt mondja, hogy nincs hozzá lelki erőm, ugye, hogy megtegyek egy olyan lépést, hogy most akkor aktívan fogok sportolni, és akkor először ezekre a lelki dolgokra startol rá, és utána lesz hozzá kedve, motivációja, hogy mondjuk neki álljon sportolni, vagy az életmódjában változtatásokat hozni. Ez a kettő általában párhuzamosan megy egymás mellett. Túl sok fogadalmat tenni, túl nagy elvárást betáplálni januárba, azt gondolom, hogy, és itt kapcsolódok vissza arra a kérdésre, hogy azért nem jó, mert elfogy a türelem. Túl nagy falat, nem tudjuk, hát egy nekiállunk valamit megenni, azt is ugye falatonként esszük meg. De hogyha ott van egy nagy adag a tányéron, és ezt egybe akarnám megenni, akkor az nem fog sikerülni. Ezért én a klienseimet mindig arra tanítom, hogy ha van egy nagy célkitűzés, azokat le kell bontani. Lehet az, hogy negyed évente, ebben a negyed évben, vagy ebben a hónapban, ebből mi az, amit látok megvalósítani. Nekem az a saját példám, hogy szeretem azokat a naptárakat, amiben például a januárban látszik, hogy a nap mikor nyugszik. Egy perccel hosszabb csak egy-egy nap. De megnézed a január 1-jéhez képest, a január 30-ot már fél óra különbség van. És az már látványos. Tehát, hogyha csak egy-egy percet, egy picit haladunk előre ezekben a célkitűzésekben, akkor ott lesz az eredmény. Ha egyből akarunk mindent behabzsolni, akkor valószínűleg, hogy elfogy ez a türelem, az erő, nem lesz olyan látványos ez a változás, és abba hagyják ezeket a célkitűzéseket. Mennyire kell ismernünk önmagunkat ahhoz, hogy a saját életünkbe passzoló változásokat indítsunk be, és hát maga a változás az is sokszor olyan nehezen megy az embernek, pedig szeretné, de valami miatt nem feltétlenül sikerül. Hát ugye itt vannak a blokkjaink, különbözőek vagyunk, valaki nagyon szereti a változásokat, mindig pörgeti az életét, és az inspirálja, hogy valami változzon. Nagyon sokan ragaszkodunk a megszokotthoz, az adja a biztonságot. És hát ezen kell mindenkinek magát túltennie, vagy magát ismernie eléggé ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy én az a típus vagyok, aki halogatós vagyok, ezért mondjuk egy külső segítségre van szükségem, motivációra, bármire, hogy mégiscsak megtegyem a lépéseket. Valaki meg azt mondja, hogy neki így csípőből jönnek a változásokhoz való hozzáállás. Tehát ez habitus, személyiség kérdése, és itt van az, amit kérdeztél, hogy az önismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy mi betoljuk bele magunkat, mik azok a léptékek, amikkel nekiállunk mondjuk egy ilyen feladatnak.
Azt akkor már tudjuk, hogy ha a változást szeretnénk elindítani, akkor apró lépésekben haladjunk előre. Honnan tudjuk, hogy mekkora az a lépés, ami még nekünk komfortos és megvalósítható? Hogyan tudjuk-e tesztelni magunkat egy kicsit, hogy tényleg mondjuk a következő évben már tudjuk, hogy melyek azok a léptékek, amikkel elbírunk? Hát azért, ha komforton belül akarunk maradni, akkor nem mindig van változás. Hát ebből azért ki kell lépni, tehát ezeket a határokat azért kell feszegetni, az nem baj, mert az adja meg a fejlődést. Hogy egy picit tovább mész azon, mint amit úgy gondoltál első nekifutásnak, hogy meg tudsz csinálni. De a hátrahagyott lépéseknek az összegzése, tehát ott is meg kell néha állni. Tehát azt mondom, hogy negyed évente álljunk meg a célkitűzéseinkbe, akkor visszafele is kell nézni, hogy mi az, amit megcsinál, jaj, de jó, de ügyes vagyok. És akkor ez ad egy inspirációt arra, hogy folytassa az ember tovább. Tehát ott is kell egy kicsit státuszolni mondjuk bizonyos időhatárokon belül, és az már egy önmotiváció, hogy menjünk mondjuk tovább. Mennyire tekintsünk vissza? Mert vannak olyan emberek, akik azért szívesebben tekintenek visszafele, mint előre, de az sem feltétlenül jó, nagyon nehéz ezeket a határokat megtalálni. Ez egy státuszolás. Nem azok, tehát az is megint habitus kérdés, hogy visszanézek, és azt nézem, hogy mit nem csináltam jól, és akkor ott elkezdek azon molyolgatni, hogy hú, hát ezt nagyon nem jól csináltam, vagy ez gyenge voltam, hanem inkább azokat, ami erőforrás, mi az, amit jól csináltam, abból tudok építkezni. Úgyhogy ezek nem visszafele tekingetés, de itt bizonyos időközönként szerintem érdemes a megtett utat összegezni. Én is szoktam ezt a klienseimmel csinálni, hogy lám, emlékszel rá, amikor először találkoztunk, ahhoz képest mennyivel másabb lettél, mennyivel bátrabb lettél mondjuk az életedet tekintve, és akkor visszanézünk egy kis utat, hogy mi az, amiben, mert az már az új megtapasztalás lesz bárki számára. Életmódváltás, egy kicsit mégiscsak maradjunk ennél, mert ez szerintem nagyon sokakat érint. Miért nem fogyókúra, miért inkább életmódváltás? Talán az életmódváltásban nem csak a test kerül középpontba, hanem ott tényleg a lélek is, meg hogy ott egészen mást szeretnénk, mint amit addig éltünk, ha jól értem én ezt a kifejezést. Hát igen, hosszú távra tervezünk, vagy rövid távra. Egy fogyókúra az, hogy most akkor szeretnék beleférni mondjuk a nyári esküvőre a ruhámba, vagy valamit tervezünk, és ahhoz egy fogyókúrát. Az életmódváltás az egy hosszú távú gondolkodás, ezért is kell hozzá több kitartás, mert nem csak az adott bikini szezonra készülünk, hanem azt mondjuk, hogy egész más típusú életet szeretnék élni. Amikor fogyókúráról beszélünk, az egy stresszes dolog, mert ott állandóan a kiló nézegetés, meg a jaj, mégis csak egy falattal többet ettem. Az életmódváltásnál pedig benne van a magának a tevékenységnek az öröme is, hiszen egyre jobban érezzük magunkat, új recepteket találunk, új ötletekkel tudunk feltöltekezni, és ez mégis megadja annak az egész útnak az örömét, és ez nem egy önsanyargatás. Ezért én is azt szoktam javasolni, hogyha valaki ilyet tervez, hogy érdemes hosszú távra, nehezebb hosszú távra tervezni, de az odavezető út sokkal kellemesebb lesz, mint egy gyors fogyókúrához az önsanyargatás. Ott lehet elhajlás, visszanyúlni a régihez egy kicsit? Az életmódváltásban, akár egy régi receptet előszedni, amikor már nagyon unjuk az újat, vagy nem elmenni mondjuk azon a napon sportolni, tehát hogy ezek beleférhetnek, vagy az ott akkor már kudarcra van ítélve, tehát hogy akkor teljesen hátra kell hagyni a múltat, és előről, vagy elindítani az újat. Hát ebben is rugalmasság kell, tehát akár életmódváltásról, vagy bármiről beszélünk, a rugalmasság az nagyon fontos. Tehát amit mondtam is az elején, hogy valaki belefeszíti magát valamibe, az nem lesz jó, mert nem örömmel fogja csinálni. Az, hogy mennyire vagyok mondjuk kitartó egy bizonyos dologba, egyszer egy kliensem mondta, hogy annyira kitartó vagyok, hogy itt állok ezzel az ajtó előtt, és én nem mozdulok, és addig, míg ez az ajtó ki nem nyílik, addig én ezt így dörömbölök. Ez egy párkapcsolati témával volt kapcsolatos, és azt mondtam, hogy szerintem meg ostobaság ott állni egy ajtó előtt, és addig dörömbölni, mert lehet, hogy nem az a te ajtód. Lehet, hogy pont nyílik egy másik. Észre kell venni. Tehát rugalmasnak kell lenni ezen az úton, nem szemellenzősen menni, mert lehet, hogy éppen egy másik lehetőség van ott. Éppen egy másik út nyílt meg előttünk. Tehát az életmódváltásban, egy fogyókúrában is nagyon befeszíteni magát valakinek receptek közé, és görcsölni azon, amikor éppen valami nem sikerül, az nem lesz jó. Kell rugalmasságot is. Hát most egy nap kimaradt, na bum, mi történik? Semmi. Felszívom magam, és akkor megyek tovább. Ha gondoljunk egy hegymászásra, elindul az ember egy ilyen úton, ott is meg kell állni néha megpihenni. Tehát ez nem baj, ez belefér. Az a lényeg, hogy ez
valamennyire, amennyire csak lehet, örömteli legyen. Milyen lesz, mit gondolsz a 2022-es esztendőnk? Mit tehetünk, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle? Én mindig nagyon optimista vagyok. Mindig úgy tekintek egy új év elé, hogy kíváncsi vagyok rá. Nem az, hogy Úristen, mi lesz, hiszen most, ha körülnézünk a világba, mondhatnánk ezt is, hogy sorolhatnánk ezeket a külső körülményeket, ami miatt az ember elszomorodhat. Én nem ezeket nézem. Túl nagy álmokat sem szőttem például én magam erre a 2022-re, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz. Mi az, amit én bele tudok tenni? Nyilván vannak terveim és álmaim, de közben meg tudom, hogy a körülmények is alakítják az életünket, és erre kíváncsian tekintek. És ha bennünk van ez az optimista kíváncsiság, hogy mi az a jó, amit hoz, tehát ezzel a gondolattal nézek például én is a 2022 elébe, akkor tényleg ezzel a kíváncsisággal, ezzel az optimizmussal tudjuk ezt szemlélni. Nem tudom, hogy kinek mit hoz, én hiszek abban, hogy mi magunk is alakítjuk ezt, hogy állunk hozzá, mekkora kedvel vagyunk. Akinek éppen egy nehéz éve volt például az elmúlt év, ő egy kicsit bátrabb lehet abban, hogy pozitívan tekintsen előre, de enélkül nem lehet. Én ezt gondolom. Köszönöm szépen, Anna, hogy eljöttél hozzánk ebben az esztendőben is a stúdióba, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, és akkor majd megtudom, hogy milyen lesz ez a 2022-es esztendő. Kedves nézőink, boldog új évet még egyszer, 2022, akkor indulni fog. Ez volt az Úton magazin. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Bízunk benne, hogy műsorunkkal sikerült egy kicsit lendíteni ezen az évkezdésen, egy kis útravalót adni önöknek. Várjuk önöket legközelebb is, tartsanak velünk 2 hét múlva. Viszontlátásra!